Selmeci Gabriella mai sajtótájékoztatójára szeretnék reagálni. Arról a sikerpropagandáról, amit a szóvivő elmondott, tulajdonképpen nekem egy vicc jut eszembe, amikor a férj hazamegy, és rajta kapja a feleségét, aki rebegő szempillákkal néz, hogy de drágám, kinek hiszel, nekem vagy a szememnek? Tipikusan ez történik ma Magyarországon. A Fidesz propagandája tökéletesen szembe megy a valósággal, a tényekkel. Szeretnénk megkérdezni, hogy mi van azzal az 1 millió új munkahelyel, amit a Fidesz 2010-ben ígért. A nők sem látnak ebből túl sokat. Ha statisztikai adatokról beszélünk, ami a Fidesz részéről eléggé erősen túl van kozmetikázva, akkor azt tudjuk elmondani, hogy a foglalkoztatási adatok a versenyszférában kimondottan csökkentek. És ugye a foglalkoztatási adatokban pedig azok a KSH adatok, mire hivatkoznak, abban ugye a külföldi munkavállalások benne foglaltatnak, és ugye az köztudott, hogy egyre nő a külföldi munkavállalók száma percről percre ma Magyarországon. 500 ezeren mennek el, talán soha ennyien nem hagyták el országunkat. A nők foglalkoztatottságával kapcsolatosan pedig, hogy konkrét számokat is mondjak, a 15-25 éves korosztály tekintve 2010 nyarán június-augusztusi számokról beszélek, és KSH adatokra hivatkozom, 33.900 volt a munkanélküliek száma, ma 41.400 a munkanélküliek száma, 20%-ot emelkedett a fiatal korosztályt, a fiatal nőket érintő munkanélküliség. Drámai számok ezek, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a Fidesznek az intézkedésének következményeképpen 3 hónapos ma csak a munkanélküli ellátás, miközben átlagosan 1,5 év alatt lehet munkát találni, akkor ezek a számok önmagukért beszélnek, hogy brutálisak. A nők foglalkoztatottságáról beszél Selmeci Gabriella, miközben az egészségügyet tudjuk, hogy milyen módon verték szét 3 év alatt, 300 milliárdot vontak ki az egészségügyből, ami nem csak a szolgáltatások minőségét rontja, hanem az ott dolgozók élethelyzetét is. Jellemzően ugye szakápolóként nők dolgoznak, és ismert az egészségügyben is a tömeges elvándorlás. Továbbmenve a bölcsődei dolgozók, illetve a szociális munkásokról is tudjuk azt, hogy milyen módon a sérültek, hiszen a pedagógus béremelésből ők nem részesültek, tehát, és ez is körülbelül 90.000 embert érint. 1 millió munkahelyet ígértek, most ehhez képest azt látjuk, hogy romokon ülünk, de 2014-től természetesen meg fog változni a világ, hiszen meg fogjuk nyerni ezt a választást, az összefogás megtörtént. Az MSZP programja 5 pilléren alapszik, mi 5 pillér egyik kiemelt társadalmi csoportja a nők, akiknek kiemelten ösztönözzük majd ugye a családbarát munkahelyek létrehozását, támogatjuk a rugalmas foglalkoztatási formákat, és ki fogjuk kényszeríteni azt, hogy a nők egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak.